Köszöntöm a hallgatókat! Én Gyemendi Réka vagyok, a Békés megyei hírlap és a beol.hu újságírója. A mai vendégeim a HRM Orientális Tánc csoport tagjai, Forján Péterné Gajdács Anikó, Petrovszki Nikolett és Griecs Vivien. A lányok szeptember 16-án indultak a Dinaszma Kupa nevű országos hastánc versenyen, egy különleges Charleston Samba hastánc fúziós koreográfiával haladó kategóriában felnőtt korcsoportban. A versenyen arany minősítést és második helyezést értek el. Ez volt a harmadik közös versenyük. Üdvözöllek titeket a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Mi is köszönjük szépen a meghívást, és üdvözlünk benneteket. Ugye ti nem régóta alkottok egy ilyen triót hárman, és azóta is már nagyon szép eredményeket értetek el több helyen is. Beszéljünk először is arról, hogy mik voltak ennek a formációnak az előzményei. Mikor döntöttétek el, hogy egy ilyen hastánc trióba összeálltok? Aki szeretnék kezdeni. Igen, tehát egy Békés Csabai hobbi tánccsoportban találkoztunk, ez is egy hastánccsoport volt, és úgy éreztük, hogy ezt egy magasabb szinten szeretnénk mi tovább űzni a hastáncot, tehát szeretnénk több nevesebb oktatótól tanulni, versenyeken indulni, és ezért döntöttünk úgy, hogy ezt a formációt mi így hárman létrehozzuk. Mindannyian ugye korábban is foglalkoztatok a tánccal. Erről mit lehet tudni? Hogyan jött a kötődésetek a tánchoz, illetve a hastánchoz? Mehetünk akár sorban is. Kezdjem? Kezdjem. Oké, és akkor kezdem én. Hát én 4 éves koromban kezdtem el táncolni. Én 10 táncoztam, társas táncoztam. 14 éven keresztül versenytáncoztam, összesen 42 versenyen voltam a 14 év alatt, és ebből 17 nemzetközin. 17-szer szereztünk aranyérmet, 13-szor ezüstöt, és 12-szer pedig bronzérmet, így a elmúlt 14 évben. Ez természetesen hobbi szintől egészen B kategóriáig sikerült. Utána volt 4 év kihagyás az életembe, olyan szinten, hogy nem végeztem aktívan ugye semmilyen mozgásformát, de eddig bírtam tánc nélkül. Egy törökországi utazásom során ismerkedtem meg a hastánccal, illetve ott volt egy hölgy, aki hastáncozott egy hotelben, és akkor lettem ugye a hastánc szerelmese. Egyébként az az érdekes, hogy engem gyerekkorom óta végig kísér ez az arab világvonal, illetve a balkán vonal, hiszen gyerekkorom óta csak ilyen stílusú zenéket hallgatok, illetve hallgattam már akkor is, úgyhogy én régebben soha nem gondoltam volna, hogy én hastáncozni fogok, de hát mit tesz egy nyaralás? Mi fogott meg a leginkább ebben a kultúrában egyébként? Igazából minden is, ugye az előző párom ő török, mai napig Törökországban él, éppen ezért nagyon sok minden vonz Törökországhoz, illetve ehhez a stílushoz is, de talán mondjuk azt, hogy ezt tette fel az íre a pontot, hogy én elkezdjek hastáncolni, és itt kezdtem el azonosulni ezzel az egész kultúrával, úgyhogy így 4 éve kezdtem el hastáncozni. Természetesen azóta már a volt párommal szétmentünk, de ez a vonal, ez megmaradt, és nem is igazából szeretném feladni. Ami igazából nagyon jó, illetve könnyebb a hastáncban, az az, hogy nem vagy párhoz kötve. Ugye én úgy hagytam abba a versenytáncot, hogy elkerültem egyetemre, illetve munka mellett már nem tudtam nyilván azt a színvonalat hozni, ami egy nemzetközi versenyhez, vagy akár az itthoni versenyhez szükséges, mondjuk heti 5 nap gyakorlás, heti 6 nap gyakorlás. Éppen ezért ezt a vonalat abba hagytam. Azt hiszem 1 év volt még úgy, hogy hastáncoztam is, versenytáncoztam is egy vonalban, de akkor már csak ugye fellépésekre. És ugye a hastáncban pont ez a könnyebbség, úgymond, hogy bármikor otthon egyedül a technikákat meg tudod tanulni, illetve ki tudod gyakorolni. Nyilván, hogyha csoportban készülsz fel egy versenyre, vagy akár egy fellépésre, azért szükséges az, hogy csoportban végez, de a alaptechnikákat, a különféle mozdulatokat, azokat otthon is el tudod végezni. És hastáncban egyéniben is nagyon szép eredményeket értél el. Tudnál egy picit erről mesélni? Igen, igazából a legelső egyéni versenyem az júliusban volt a gyöngyösi versenyen, ahol aranyminősítést értem el. Ez egy szamba hastánc fúzió volt, ugye az előző életemhez nem áll messze. Szóval a következő versenyünk az a Dinaszma Kupa volt.
kajászon, ahol ezüst minősítést értem el, és a következő versenyünk pedig Bépen lesz a Jáde Kupa, úgyhogy most arra edzünk csoportosan, illetve egyéniben is. Niki, akkor térjünk át rád, hogy neked hogy jött az életedbe a tánc? Nem emlékszem arra az életemben, amikor nem táncoltam, mert már óvodásként is szerettem mindig zenére mozogni, aztán én Tatabányán születtem, és ott Tatabányán a helyi színháznak volt showformációs táncegyüttese, oda iratott be anyukám, ott kezdtem el táncolni, ahol szép lassan olyan problémáim lettek, ahogy nőttem, hogy mindenkinél magasabb lettem, beleértve a fiúkat is, és ez egy showformációs csoportban azért problémát jelent, hogyha egy fejjel magasabb vagyok a többieknél, és akkor kezdtem el olyan táncok iránt érdeklődni, ahol esetleg egyedül is megállhatnám a helyem, illetve nincsenek ilyen alkati megkötések. Volt egy olyan koreográfiánk, ilyen csoportos koreográfia, ahol így ötvözték egy picit a hastáncot a sótánccal, és mindenki nagyon szenvedett ezekkel a mozdulatokkal. Nekem úgy valahogy ösztönből jöttek, és nagyon könnyen, és így akkor eldöntöttem, hogy jé, hát létezik a hastánc, ezt nekem találták ki. Ez 2005-6 környékén lehetett, úgy satszper kb. És 2007-ben kezdtem hastáncolni ott Tatabányán, az Asana Alysis hastánc csoportban. Igen, egy kicsit nehéz kiejteni a csoport nevét. Ott táncoltam egészen addig, amíg ide költöztünk Békés Csabára. Ez egy törzsi fúziós táncokkal induló csoport volt. Majd, tehát a törzsi fúzió egyébként a hastáncnak az egyik stílusa. De ott is kevertük a végén már a ragsárkit, meg a szezont a fazonnal, meg a mindennel. Nagyon szerettem ezt a kis csapatot, és amikor elköltöztünk ide Békés Csabára, akkor kicsit szomorú is voltam emiatt, mert úgy voltam vele, hogy valószínűleg nekem soha az életben nem lesz már ilyen csoportom. Végül is olyan nem is lett, de lett egy teljesen más, ami néhány dologban jobb, néhány dologban nyilván azért jó szívvel emlékszem az előző csoportomra. És akkor itt megismertem meg a lányokat. Tehát nem így jött a hastánc. Leginkább azt tetszett meg a hastáncban, hogy sokkal jobban ki tudtam én, mint egy 80 centi magas nő élni a nőiességemet. Nem kellett magam összehúzni, hogy ugyan ne legyek már olyan hosszú, ne legyek már akkora. Tehát ezt szerettem meg a hastáncban. Vivi nagyon szereti ezt, hogy nem vagyunk párhoz kötve, és van a hastáncban egy ilyen fajta szabadság is, hogy nincsen alkathoz, korhoz, semmihez sem kötve. Anikó? Én nekem is egészen régre nyúlik vissza a tánc szeretete. Ugye mondhatnám, hogy születésem után rögtön ugye a ritmikát és a táncot élveztem. De viszont az a pont, amikor ténylegesen elkezdtem táncot tanulni, az általános iskolai években kezdődött, és a Fit Dance Center SE tánciskolájához tartoztam. És fantasztikus élményekkel gazdagodtam, valamint ugye ott szereztem a tánctudásomnak az alapját, a hip-hop, a jazz és a egyes balett elemek, és belekeveredett még a későbbiekben, amikor már körülbelül tínédzser korú lettem, ez a úgynevezett girly stílus, ami egy ilyen magas sarkús, nőiesebb tánc, amit nagyon élveztem, és a mi kis formációnkkal, ugye mi is nemzetközi versenyeken, illetve országos versenyeken vettünk részt, világbajnokságon is például, és hát rengeteg érem van még az egykori kis szobám falán, a szüleim házában, úgyhogy nekem ez alapozta meg a tánc iránti szeretetet, sőt, ekkor még volt egy időszak, amikor a színház világába is belekóstolhattam, mint táncos, és a Jókai Színházzal együttműködve egy kis produkcióban megpróbálhattam magam. Gyermekként, valamint tinédzserként ezek ugye hatalmas élmények voltak, és felfedeztem, hogy mennyire élvezetes maga ez a időtöltés, ez a hobbi, és hogy milyen fantasztikus
hatásai vannak rám nézve, akár fizikailag, akár mentálisan, pszichésen. Ugye, ahogy teltek az évek, akkor volt egy időszak, amikor nem tanultam a táncot, de viszont ugye a diszkókban, az egyéb bulikban, valamint ugye a konyhában és a nappaliban ugyanúgy táncoltam továbbra is. Amikor viszont a hastánc világába tudtam belekóstolni, az akkor történt, amikor egy spirituális gyakorlaton vettem részt, egy sámánisztikus szertartáson, és ahol gyakorlatilag ledobjuk az agyunkat, tehát úgymond a lélek vezet minket, és egy teljes felszabadultság állapotában keleti vonulatú mozdulatok alakultak ki. Uh-huh. Jöttek felszínre belőlem, ugye ezek a hullámok, a rázások, a természetnek a ritmikáit mutatták, és azt éreztem, hogy ez a keleti táncokhoz hasonló mozgás volt, és hogy ez pont az én stílusom. Uh-huh. Na hát, mondom, ez nagyszerű, ezt nagyon élvezem. Ezek után Békés Csabán felfedeztem, hogy egy ilyen jellegű workshop indul, és ahogy azon a workshopon részt vettem, onnan már elindult a lavina, és további workshopok, további tanfolyamok és továbbképzések követték, valamint ugye találkoztam a két gyöngyszemmel, mondhatni már szinte barátnőimmel, sőt barátnőimmel, a Vivivel és a Nikivel, és hát kialakult egy közös cél, és együtt élvezzük tovább a táncnak a hullámait. Azért az így megfigyelt, hogy mind a hármótoknál elég ösztönösen jött ez a hastánchoz való kötődés, miközben így kívülállóként én azt gondolnám, hogy a hastánc azért az tényleg nem könnyű, még táncosoknak sem. Ki az, aki egyébként ezt elkezdheti? Vagy mi szükséges hozzá? Alkat, előképzettség, hány éves korban érdemes ezt mondjuk elkezdeni? Hát igazából szerintem itt szintén ugye az előző tánc ismereteimhez hasonlóan, mint a társas táncban, sem így sincsen semmilyen megkötés, hogy most hány éves kortól, ki, mikor, milyen alkat indulhat el egy ilyen tanfolyamon, bárki igazából, aki szeretne táncolni, aki egy kicsit is érez magában affinitást ahhoz, hogy táncoljon, hogy zene az életében van, én azt mondom, hogy bátran bárki bármikor elkezdheti a táncot. Uh-huh. Kortól. És a hastáncot is? És bárki hastáncot meg tudja tanulni? Bárki. Szerintem elég akaraterő kell hozzá is. Igen, Anikónak szokott lenni az a felvetés, amikor így valami tanfolyamot vagy workshopot tartunk, akkor mindig mondja, hogy kétféle táncos létezik. A született táncos és az, aki tanulja. De mindenki táncos. Igen. És igaz, hogy a hastáncnak olyan alapjai vannak, hogy könnyűnek tűnik, de eléggé nehéz, ezt mi is érezzük, tehát igényel egy alap testtartást, amin keresztül visszük végig az összes mozdulatsort, és tényleg azt vettem észre, hogy állunk a tükör előtt, amikor az alapokat sajátítottuk el, és csak egy csípőkörzést csináltunk, de már, ugye már folytulunk a víz, mert annyi izomcsoportot érint a testtartás maga is, hogy bámulatos, de közben nagyon élvezetes, és tényleg kortól függetlenül mindenki megtalálja a maga örömét benne, hiszen annyi stílus irányzat van a hastáncon is belül, amiben benne van, hogy mindenki megtalálja, ami hozzá passzol, kortól, és tényleg testalkattól függetlenül. Sőt, nemtől, hiszen az arab országokban rengeteg a férfi hastáncos. Tényleg. Így van. Magyarországon ez nem annyira elterjedt, sajnos. Viszont az arab országokban rengeteg, nem kell messze menni, nyilván Törökország nem arab ország, de ott is rengeteg férfi hastáncos van, és versenyeken is indulnak, és egyszerűen káprázatos az, hogy ők milyen technikával, milyen izolációs technikával tudnak táncolni. Igen, szerintem sokak fejében ez inkább úgy jel, mint a nőknek a tánca. Magyarországon szerintem így is van, hogy nőknek a tánca. Illetve én még annyit tennék hozzá, hogy amit így szoktunk általában látni egy ilyen hastánc bemutatón, hogyha nem tudom, egy falunapon vagy bárhol belefutunk, akkor többnyire ezt a klasszikus ruházatot szoktuk látni, a szoknya, öv, csili-vili melltartó, de sokan azért nem mernek elkezdeni hastáncolni, mert ezt látják, hogy hát akkor nekem is majd így kell felöltözni, hogy kint lesz a hasam, kint lesz a mindenem.
de nyilván egy órán alapból nem szükséges, tehát bármilyen edzőnadrágban is el lehet menni egy hastánc órára. Ha pedig valaki úgy alakul, hogy szeretne fellépni, akkor a különböző stílusokhoz különböző ruhák társulnak, és abban is meg lehet találni mindenkinek azt, ami neki való van. Például melaja, ami egy ilyen kis nőies mini ruhában előadható, nem is annyira mini, mert lehet az térdig érő. Vagy vannak olyan ruhák, amiket teljesen földig érnek, és a hasat is takarják, egy szájdi ruha, abból sincs kint a has, vagy egy kaligi, ami meg már tulajdonképpen egy zsákruha, tehát a formát is alig mutatja, és ott egészen másra, más mozdulatokra terelődik nyilván a hangsúly egy ilyen ruhában, tehát ezért mindenkinek való a hastánc, csak egyszerűen meg kell találni azt a stílust, amiben jól érzi magát, amiben kiélheti a nőiességét, a férfiasságát, kinek mi. Igen. És akkor itt ugye mondtátok, hogy bárkinek, tehát testalkattól függetlenül, de azért sokan szokták azt mondani, hogy a hastáncnál azért jó, hogyha van az embernek a hasán egy kicsike plusz felesleg. Mi van azokkal, akik mondjuk ezzel nem rendelkeznek, és vékonyabb alkatok szám az ő előadásukban is jól tud mutatni egy hastánc? Abszolút, igen. Itt vagyunk mi egyébként élő példaként. Én azt mondom, hogy sőt, talán egy nagyon picit jobb is, hogyha valaki nincs annyira olyan szinten eleresztve, hiszen a hastánc az nagyon sok hasizmot dolgoztat meg, és ott hasizomból dolgozunk sokszor, nyilván az izolációs gyakorlatoknál is, meg egy koreóban is látszik azért, hogy ott nem azért mozog egy has, mert ott van valami, igen. Ez esetben igen, hanem nyilván azért, mert az komoly izolációs technikát tehát az izom a lényeg. Bármilyen alkat lehet, lehet teltebb, vékonyabb alkattal is hastáncolni, de fontos az, hogy komoly izmokat mozgatunk meg, tehát kellenek izmok. Izom nélkül nem fog mozogni semmilyen méretű csípő, vagy has, vagy mellkas. És éppen ezért nagyon nehéz, és nagyon technikás tánc a hastánc. Igen, de azért hozzátenném, hogy ha visszatérünk ehhez a kérdéshez, hogy testalkattól függetlenül mindenkinek ajánlatos, igen. Mert láttunk rá számtalan példát, hogy az esetleg egy kicsit ducibb hölgyek is úgy megtalálják a saját öltözéküket és stílusukat ebben a táncban, hogy egy egészen új arcukat mutatják meg a színpadon, és gyönyörűek. Tehát annyira előjön belőlük ez a kecsesség, a nőiesség, és egy ilyen nagyon ízléses formátumot önt az egész, hogyha valaki megtalálja a stílusát benne. Ugye egy nagyon egzotikus táncról van szó, és a koreográfiát is mindig ti állítjátok össze egy-egy fellépésre vagy versenyre. Ez hogyan alakul ki egy ilyen koreográfia? Ugye nagyon összetett mindig a produkció. Hát elsősorban ugye kitaláljuk, hogy milyen stílusban is szeretnénk táncolni. Itt most az előző koreográfiánk, ugye ez a Charleston hastánc szamba fúziós produkció volt, ahol ugye kitaláltuk, hogy akkor jó, mi most szeretnénk egy fúziós táncot, és hogy akkor merítkezzünk a társas táncos alapból, és akkor előszedtem mindent, ami mondjuk ehhez a stílushoz kötődik, lesz szamba, charleston, de akkor ötvözzük egy kis hastánccal, nyilván mivel hastáncozunk, és akkor itt jött közben ugye Niki meg Anikónak a extra hastáncos tudása, én pedig ugye adtam bele a szamba, illetve a charleston tudást, úgyhogy így alakult meg a charleston fúziónk. Egyébként mindig ugye kitaláljuk, hogy milyen stílusba szeretnénk táncolni, mondjuk beledi stílusba, szaidi stílusba, ez egy teljesen kötött vonal. Nyilván itt nem igazán szokták fúzionálni az adott táncot, ez egy fix vonal. Most a következő táncunk igazából egy pazodoble hastánc fúzió megint csak, és a következő pedig egy iraki hajtánc, kettő különböző. Hajtánc? Hajtánc, igen, ott nagyon sok a haj, illetve a fej mozdulata abban a táncban. Igen, most ez a két tervünk van. Ez a kettő tervünk van, most ezt igyekszünk elsajátítani, és most mondom, a pazodoblé és fúzión dolgozunk éppen. Tehát, hogy vannak olyan táncok, ami klasszikus hastáncok, ezek kötöttebbek. Ezt próbálta itt Vivi így igen, körülírni. Szakul. Igen, tehát, hogy vannak a klasszikus hastáncvonalak, amik kötöttek, ott megvannak, ugye, mint a társas táncban is megvannak a szabályok, hogy mit lehet, mit nem lehet, illetve ezeket lehet fúzionálni, és a fúziós táncoknál pedig határa csillagos ég, meg ugye, hogy meglegyen benne az 50%-as tánc, hogyha versenyre is szeretnénk menni. És mi szeretjük ezt az oldalát is, mivel hogy mind a hármunknak vannak más táncból tanulmányai, tapasztalatai, tehát szeretjük
így készíteni a koreográfiáinkat, hogy ötvözzük valamivel, és akkor ilyen fúziókat csinálunk, de ugyanakkor nyilván hastáncon belül vonzanak ezek a klasszikus irányok is, és most ezt találtuk ki, hogy ezt az iraki hajtáncot szeretnénk megtanulni, aminek majd sokkal szigorúbb szabályai lesznek, mint mondjuk a pazodoblés fúziósunknak, ami ugye a következő, amiben meg majd ugyanúgy beledobunk mindent. Most ennél a csástanos koreográfiánál is úgy volt, hogy hát bolondok lettünk volna nem kihasználni, hogy van velünk egy Európa bajnok társas táncos, és akkor így gondoltuk, hogy hát akkor majd Vivit szépen megtanít minket csástonra, nem biztos, hogy ő ezt végig gondolta, hogy ez mennyire komoly kihívás lesz, meg mi sem. Igen. Mert abban is azért bőven több kihívás volt, mint elsőre gondoltuk volna, mert hát ó, hát persze, hát csak ott szögdécselünk nyújtott karral meg lábbal, hát nem. De nagyon jó volt így csapatépítőnek, illetve nagyon sok kihívás volt benne. Tehát, hogy itt is ezt így kitaláltuk, hogy lesz a kis Charleston szamba. Vivi kitalálta az alapokat, megpróbálta nekünk megtanítani. És abba tettük bele mi a hastáncos részeket, illetve folyamatosan együtt gondolkodtunk mindig abban, hogy mitől lehet még egy kicsit show jellege, hogy még látványosabb legyen közönség számára, még élvezhetőbb legyen. Ugye én mint sok formációs tánc együttesben felnőtt hölgy, így ezen szoktam állandóan gondolkodni, hogy minél látványosabb legyen. A Vivi a technikákat teszi bele mindig jobban, pontosan, tűpontosan a zenére. Az Anikó az érzelmi részét, tehát hogy ez így nálunk így ebből állnak össze a koreográfiák. Nagyon kiegészítjük, hogy most ilyen téren, igen. Igen. Tehát, hogy annyira sok színűek vagyunk, és szerintem pont ettől. Igen. Ettől lesz szép. És ugye most itt Niki említette, hogy a versenyekre 50% hastáncnak kell lennie mindig a produkcióban, akkor ezek szerint, amikor készültök egy koreográfiával, akkor más koreót csináltok egy-egy fellépésre, mint egy-egy versenyre. Igen. Hogyha elkészül egy koreográfia, azt visszük ugyanúgy fellépésre is, attól, hogy versenyre is elvittük. Igen. Tehát azzal úgymond turnézunk idézőjelesen. Jaj. Általában egy évig. Azért egy év után én úgy gondolom, hogy illendő új koreográfiákat a felszínre hozni, úgyhogy éppen ezért váltunk most a következő versenyre is már. Igen. Illetve nem csak a verseny koreográfiáink vannak, tehát hogy ha elmegyünk egy fellépésre, akkor azért egy ilyen 30 perces műsort össze tudunk úgy rakni, hogy az nagyon változatos legyen, és abban ez az egy olyan volt, amivel versenyeztünk így közösen, meg a Vivinek van a szólója, ami versenyt megjárt koreográfia, a többi az pedig olyan, amit nem indultunk még vele versenyen, nem kizárt, hogy egyszer fogunk, de jelenleg azok még nem versenyre készült koreográfiák. Így van. Igen, azok inkább ilyen sótánc jellegűek. Meg hastánc. Meg hastánc, igen. És ugye, ahogy már beszéltünk is kicsit róla, nem csak versenyekre jártok, hanem fellépésekre is itt helyben. Ezekről mit lehet tudni? Igen, tehát különböző felkéréseink születtek különböző helyszíneken. Volt, hogy felléptünk már strandon is, vagy akár vízipipa bárban, vagy egy sima italozó helységben, úgymond bárban, és mindegyik helyszínen, ugye előbb megnézzük, hogy hol tudunk táncolni, milyen zenei háttér van, milyen felszerelés, és ahhoz mérten alakítjuk ki a produkciót. De tényleg a legkülönbözőbb szituációkban, öltözőkben, és helyszíneken jártunk. Az improvizáció nagyon fontos, ugye, hogy feltaláljuk magunkat, hiszen nagyon sok olyan helyzet történhet, amire nem számítunk előre, és ezt mindig ugye a jó kedvünkkel, a humorunkkal és a lazaságunkkal oldjuk meg, úgyhogy mindig van mit mesélni egymásnak egy-egy fellépés után. Itt Békés Csabában is, és ugye a környező városokban is. Igen, a legtöbb fellépésünk egyébként ilyen falunapos, klasszikus kis színpados fellépés szokott lenni. Ott is azért vannak a kihívások, ugye minden közönség más, mást szeretnek. Úgy igyekszünk úgy összeállítani a repertoárt, hogy hát nyilván, hogyha vannak gyerekek, akkor másfajta zenéket viszünk, hogyha például meghívnak minket egy legény búcsúba, akkor egészen más jellegű koreográfiákkal készülünk. Születésnapok, ugye esküvők, céges rendezvények, falunapok, strandesemények. Nemzeti ünnepek, augusztus 20-a például. Amit nagyon szeretnénk, hogy nagyon jó lenne Békés Csabán is több városi rendezvényen fellépni, mert egyelőre csak a környékbeli településekről találtak meg minket, ami nem csoda, hiszen csak egy éve indultunk, tehát
ez így normális is, mert jótékonysági fellépéseket is szívesen vállalunk, hogyha van egy jó cél. Milyen visszajelzések érkeznek egyébként? Hát a legutóbbi, amikor voltunk egy helyszínen, én úgy gondolom már túlzott a hölgy, de azt állította, hogy ők a párjával Törökországban nyaralnak nagyon gyakran, és hogy hát ott még nem látott ilyen színvonalas produkciót sohasem, mint amit mi adtunk elő. Azt gondolom, ez egy kicsit túlzás, de nagyon jól esett nekünk nyilvánvalóan. Igen, szerencsére sok jó visszajelzést kapunk, ami szerintem egy táncos életében fontos is. Hiszen nem csak a versenyeknek, meg a fellépéseknek él, de a közönségnek is. És szerintem az nagyon fontos, hogy a közönségtől, zsűritagoktól, esetleg a tanártól ugye visszajelzést kapjon az adott produkciójával kapcsolatban. Milyen főbb céljaitok vannak egyébként, mit szeretnétek elérni? Megfogalmaztátok ezt, amikor összeálltatok, hogy mi lenne az a legfelső, ami... Van általános célunk, ami tulajdonképpen az lenne, hogy a magának az orientális táncnak a sokszínűségét, a benne rejlő művészi értéket, és azt, hogy mennyire sokrétű, milyen komoly technikai tudást igényel, ezt ilyen magas színvonalon megmutatni az embereknek, mert ez szerintem így Magyarországon elég ritka. És akkor ezen belül, kívül, tovább gondolva jöttek még ezek az ötletek, hogy akkor nyilván szeretnénk versenyeken indulni, ott természetesen minél jobb eredményeket elérni, de a versenyeknél sem feltétlenül az a fontos, hogy most aranyat hozunk haza, vagy milyen helyezést hozunk haza, hanem a szakmai zsűrinek a visszajelzése. Abból tudunk sokat tanulni, nagyon sokat fejlődünk ezáltal. Maga az út, ameddig eljut egy koreográfia, hogy abból verseny koreográfia lesz. Tehát, hogy olyan szinten ki kell dolgozni ezt a koreográfiát, hogy a kis ujjunk egyforma szögben álljon körülbelül. Tehát mindent meg kell beszélni, a hajtól kezdve tényleg mindent fontos. És pont ezért egy olyan koreográfia, amit így versenyre viszünk, egészen más, amikor előadjuk egy bármilyen fellépésen is, mert azon látszik, hogy na hát, azt aztán már jól megtanulták. És tehát, hogy volt a versenyekkel is egy ilyen cél, hogy maga a fejlődés a legfontosabb számunkra. Mindig kérünk minden zsűritagtól, akitől csak lehet véleményt. Ha lehet, akkor le is jegyezzük magunknak, hogy ebből későbbiekben tudjunk tanulni. De egyébként itt is nagyon pozitívak szoktak lenni a visszajelzések, ami nagyon jól esik, meg így megerősít minket abban, hogy jó úton haladunk. Aztán Vivi szerette több külföldi versenyre menni, természetesen mi is. Együtt is, igen, itt a közeljövőben lesz is egy december 10-én. Igen. Lesz ugye Nagyvárodon a Magic Belly Dance Festival, ami egy nemzetközi verseny, és ugye oda is szeretnénk menni, úgyhogy ez a rövid távú cél, hogy 2024-ben minél több nemzetközi versenyen megforduljunk. Nyilván én úgy gondolom, hogy a versenyen fejlődünk a legtöbbet, illetve az arra való felkészülés időszakában. Úgyhogy én rövid távú célként mindenképpen a nemzetközi színvonalat jelölném meg. Igen, meg a versenyeken belül még az is egy célunk, hogy ugye most a haladó kategóriában szoktunk indulni. Ezután van még egy kategória, egy feljebb lévő kategória, ez pedig a profi, és szeretnénk oda eljutni, hogy bátran nevezhessünk profiba, mert egyre bárki nevezhetne, de azért még egyelőre nem merünk, és ez lenne még a versenyekben egy eredmény. Így van, ezt szeretnénk megcélozni, én meg már közelítek a mikrofonhoz, mert én is el szeretném mondani, ami teljesen más szemszögből közelíti meg ezt a cél témát, hogy én nekem nagyon sokat számít az öröm, amit maga a tánc ad, és nyilván a többieknek is, de nekem az fantasztikus feltöltődést ad, amikor egy fellépésen, vagy magán a versenyen az emberek tekintetében látom az örömet, hogy na most a hétköznapokból ki tudnak egy kicsit szakadni a produkciónk által, ugye, hogy belemerülnek, kicsit ránk bambulnak, úgymond, elfelejtik a napi teendőket, úgymond nyűgöket, és hogy tudnak egy jót szórakozni, kikapcsolódni. Ez nekem már maga, ez egy cél. És ugye mi is mennyi örömöt írunk át a próbákon, ami már van, hogy ugye sírásba is átment már. Mert ugye nem egy könnyű menet elsajátítani a technikákat, de viszont mindig hatalmas öröm együtt lenni, és maga ugye van egy ilyen mondás, hogy nem a cél a fontos, hanem maga az út, ugye van egy ilyen mondás, és hát mi ezt
totál érezzük, mert együtt minden nagyon jó, a felkészülés, a sminkelés. Mennyi időt vesz egyébként igénybe egy-egy ilyen felkészülés, vagy hogyan tudjátok a napi rendetekbe, életetekbe beleilleszteni? Az a káosz. Igen, ugye a tánc mellett nyilván mindenkinek van egy fix munkahelye. Én a Békés Csaba Decathlonban dolgozom, 8 órában részlegvezetőként, úgyhogy az én munkarendem elég fix, illetve sokat tennivaló. Éppen ezért úgy szoktuk megoldani, hogy vagy egy gyors délelőtti próba, vagy egy esti próba, akár 8 után van, hogy ugye 4-9-kor zárjuk a záruházat, akkor gyorsan kocsiba ülök, és akkor még menjünk próbálni. Nekem egyébként szerintem így a legkötöttebb a munkám, de igyekszünk így megoldani, hogy minden flottul menjen, ugye verseny előtt azért már 2-3 héttel ott azért már érezzük a nyomást, hogy akkor itt most minden nap kéne próbálni, és tényleg ez a 2-3 óra lenne az ideális. Nyilván ezt az 1-1 órát tudjuk sajnos hozni, hogyha esetleg úgy alakul, akkor mondjuk verseny előtt egy héttel akár a 2-t is. De előre megbeszéljük, hogy következő hónapban például hogyan fognak zajlani a próbák, hány órától hány óráig. A mostani verseny előtt volt olyan, igen, hogy reggel 6:30-tól táncoltunk, majd másnap este 9-kor táncoltunk, de hát azért igyekszünk belepréselni az időbe minél többet, minél többször azt a 1-1 órákat, még hogyha csak, nem tudom én, 30 percre jövünk össze és táncolunk, az is több, mint a semmi. De nagyon nehéz így a mindennapokban. Úgy szokott ez történni, igen, hogy Vivi elmondja, hogy nála mikor fér bele. Igen. Mi meg igyekszünk alkalmazkodni. Mi meg alkalmazkodunk, mert Niki ugye pilates oktató. Igen, én pilates oktató vagyok, de nekem is egy fix órarendem van, egy csoportos meg egyéni órákkal. Átlagosan heti 18 pilates órát tartok, és emellett próbálom a táncot. Meg nekem van 2 csodálatos kislányom, és még ezt a családi életet is összeegyeztetni. Ez nem semmi. Ez nem az én érdemem, hanem a férjemé és az anyósomé. Ők mindig segítenek. Így van. Igen. Én meg masször vagyok, és reiki oktató, és nekem is úgymond lazább az alkalmazkodás, vagy hogy mondjam, tehát, hogy én jobban tudok alkalmazkodni, mert én adom az időpontokat előre a vendégeimnek, és akkor mindig Vivihez nézem az időpontokat, az edzések időpontjait. Valamint otthon nekünk elég sok állat van, házi állat, úgyhogy még az is bele kell, hogy férjen az időmbe, hogy ugye velük is foglalkozni kell, meg hát elsősorban ugye a férjemmel is, és a családbarátok. Jelenleg mi az, amin dolgoztok, mire készültök, illetve hol láthatnak titeket a legközelebb az emberek? Akár itt, akár versenyen. A következő versenyünk a Szombathely mellett lesz VIP településen, a Jáde országos hastánc verseny. Erre a versenyre készülünk most gőzerővel, ugye ez november 25-én fog megrendezésre kerülni. A következő versenyünk, ugye ami a Jáde országos hastánc verseny után fog következni, az a Nagyváradi Magic Belly Dance Festival, ami december 10-én fog megrendezésre kerül. Ugye nem csak táncoltok és fellépésekre jártok, hanem ezen kívül még oktattok is hastáncot. Kérlek, mutassátok be ezt egy picit. A Vénusz Orientális Tánciskola néven fut a mi kis hastáncos iskolánk, és jelenleg itt Békés Csabán 2 csoportunk van, aki működik. Az egyik csoportot én vezetem, ez egy egészen kezdő csoport. Rendkívül tehetséges nők fordulnak meg benne, és nagyon aranyos a csapat, nagyon vidám. Valamint Vivivel vezetjük a másik csapatot. Igen, ami a középhaladó szint. Ők vannak most ugye csütörtökönként nálunk kezelés alatt, úgymond. Csütörtökönként egy középhaladó tanfolyamot csinálunk, illetve egy órát tartunk. Itt aztán van minden, dobszólótól kezdve, kicsit pörgősebb táncoktól kezdve, Anikó ugye tart ilyen melajas stílusú táncokat, ami kicsit ilyen lágyabb vonalat képvisel, én meg persze hozom a pörgős részt bele, dobszóló, szamba, bármi, ami ilyesmi. Utána pedig most, ami tervben van, november 3-ától péntekenként pedig Békésen fogunk tanítani.
ez majd most fog indulni egy kezdő hastánccsoport, ugyanígy a Vénusz Orientális Tánciskola keretein belül. Ezt követően januárban pedig tervezünk Gyulára bevonulni, ide ott is elindítani egy kezdő hastánc tanfolyamot, illetve Mezőberényben is. Uh-huh. Ez így a közeltávú. Így van, és én meg novemberben még indítok egy tanfolyamot, egy szenior hastáncot, amit már nagyon várok, hiszen én úgy gondolom, hogy idősebb korban is nagyon-nagyon egészséges dolog táncolni, sőt, egészségmegőrző hatással bír, és egy és rengeteg olyan panaszt előzhetünk meg vele, ami ugye azt mondják az öregedéssel jár, de én úgy mondanám inkább, hogy a mozgás hiányával járhat. Úgyhogy ezt is már nagyon várom. És ez a véleményem egyébként, ezt mindig mondom is. Uh-huh. Körülöttem lévőknek, hogy mennyire fontos a mozgás, hogy meg lehet előzni ezeket az időskori bántalmakat. Így van, és a hastánc tényleg pszichésen és fizikálisan is a maximumot adja nekünk vissza, valamint workshopokat, ugye, szoktunk tartani. Igen, workshopokat tartani. is szoktunk tartani, illetve tervezünk még workshopokat. A legutóbb, mondjuk az már jó régen volt, februárban volt a valentinnapi workshopunk, ahol egy délután tanítottunk a hölgyeknek egy székes táncot, amit előadhattak a párjaiknak. Ezeknek a workshopoknak az a lényeg, hogy ide bárki csatlakozhat, nem szükséges semmilyen táncos előképzettség, és egy délután alatt megtanulunk egy rövid kis koreográfiát, amit aztán otthon előadhatnak, ha van kedvük, vagy hát maga a tánctanulásnak is, maga a tánctanulás is elég szórakoztató. Igen. A tervben van most egy olyan workshop, amin ilyen fátyollal táncolunk majd, de ez is nagyon kis egyszerű, tényleg bárki számára elsajátítható. Nyilván, hogyha valaki magasabb szinten táncol, akkor annak tudunk mutatni bele extra elemeket. Igen, extra elemeket. Ezt is lehet majd, nem tudom, még nem találtuk ki, hogy így karácsony közelettével, mert van, aki ilyesmi ajándékot szeret adni otthon, illetve saját magát is megajándékozhatja bárki egy kis táncos délutánnal.